A Család, Gyermek és Ifjúság kiemelkedően közhasznú egyesület szakmai fórumot tartott március 18-án Gödöllőn a polgármesteri hivatal tanástermében. A fórum témája a szociális jelzőrendszer működése a gödöllői kistérségben. Kovács Gergő Péter nyitotta meg a diskurzust és felkérte Forrainé Murányi Juditot, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy mutassa be az intézet működését. Gödöllőváros közigazgatási területére terjed ki a mi kompetenciánk. Az intézményben több szakfeladat működik együtt, integráltan. Ez magába foglalja a gyermekjóléti szolgálatot, a családsegítő szolgálatot, valamint a hajléktalan ellátást. A hajléktalan ellátásnak is többféle intézménye jelenik meg nálunk. A hajléktalan szálló, éjjeli menedékhely, nappali melegedő, illetve szociális étkeztetés működik így együtt, valamint hatodik szakfeladatként a gazdasági részleg, illetve a gazdasági iroda. Ez talán annyiból fontos is és érdekes is, hogy az önkormányzat által rendszeres és eseti önkormányzati támogatásokat rajtunk keresztül, a meghozott határozatokat rajtunk keresztül kerül utalásra, illetve kifizetésre. A gyermekjóléti ügyek menetéről Borna Gáborné tájékoztatta a hallgatóságot. Tehát, hogyha megérkezik hozzánk a jelzés, akkor annak az útja az körülbelül úgy néz ki, hogy miután beérkezett a jelzés, akkor a családgondozó felveszi a kapcsolatot a családdal, felveszi a kapcsolatot a gyermeket gondozó intézményekkel, tehát például óvodával vagy iskolával, felveszi a kapcsolatot a gyermekorvossal, védőnővel, szakvéleményeket kér, kimegy a családhoz, környezettanulmányt készít, beszél a szülőkkel, ha akkora a gyermek, akkor beszél a gyermekkel, akár több alkalommal is, és ezek alapján eldönti, hogy mondjuk alapellátás keretében gondozható-e a család. Ha a család vállalja azt, hogy ő alapellátás keretében együttműködik, akkor egyrészt tájékoztatjuk őt arról, hogy az adataival mi fog történni, hogyha ő ezeket megadja, másrészt pedig aláír egy együttműködési megállapodást, és később elkészült gondozási tervet is. Ha azonban a család nem együttműködő, akkor védelembe vételre teszünk javaslatot. A jelzőrendszernek a működtetéséhez az is hozzájárul, hogy a családgondozók a különböző intézményekben két hetente vagy havonta az intézmény igényétől függően úgynevezett jelzőrendszeri ügyeleteket tartanak. Ezekben a jelzőrendszeri ügyeletekben van lehetőség arra, hogy az intézmény gyermekvédelmi felelőse és a családgondozó, vagy akár az ott dolgozó pedagógusok, nevelők, gondozónők tudjanak a családgondozóval beszélni arról a kisgyerekről, akivel probléma van, hogy a családgondozó abban a környezetben is lássa a gondozott gyermeket, ahol majdhogynem hosszabb időt eltölt, mint otthon, illetve ezekben a jelzőrendszeri ügyeletekben van olyan intézmény, ahol a gyerekek is fölkeresik a családgondozót. Mi a lehetőségét fölkínáljuk természetesen a szülőknek is, de nem jellemző, hogy a szülők a jelzőrendszeri ügyeletekben keresnék a családgondozót, sokkal inkább jellemző, hogy kijönnek hozzánk a gyermekjóléti szolgálathoz. A Máltai Szeretett Szolgálat tevékenységeiről Bús Terézia, a Gödöllői Intézmény vezetője tájékoztatta a fórum résztvevőit. A 2007 óta működő támogató szolgálat Gödöllő mellett további 9 településen nyújt segítséget a fogyatékkal élőknek, illetve a szenvedélybetegeknek az ellátásban, szállításban, rehabilitációban. Emellett rendszeresen adományoznak ruhákat, bútorokat és különböző háztartási eszközöket az arra rászorulóknak. Bús Terézia az intézmény térségi jelzőrendszerben betöltött szerepéről beszélt. Tulajdonképpen nekünk prevenciós feladatunk van, illetve ha tapasztalunk a szakmai munkánk, segítő munkánk során olyan visszaélést ezekkel az emberekkel kapcsolatban, akkor mindenképpen a megfelelő ellátó rendszerrel, hálózattal felvesszük a kapcsolatot. Nekünk nincs hatósági jogkörünk,
tehát a szociális munka eszközeivel tudunk rajtuk segíteni, és akkor mindenképpen jelezzük a különféle hatóságok és szociális ellátó rendszerek felé, rendőrség, gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal, gyámhatóság. Természetesen nekünk van egy ellátási területünk, ami a környékbeli településeket is magába foglalja, és hogy itt is vannak, ugye van rendőrség, van családsegítő szolgálat, gyermekjóléti ellátás, oktatási egészségügyi intézmények, és hogyha hozzánk érkezik valamilyen jelzés, akkor mi azt mindenképpen továbbítjuk azok felé, az intézmények, szervezetek, szolgáltatók felé, akiknek elemi jogkörük és feladatuk ezeket a problémákat megoldani. Forrainé Murányi Judit Kameránknak elmondta a jelzőrendszer gyakorlati működését Gödöllőn. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat is törvényi előírás szerint, a szociális és a gyermekvédelmi törvény előírásai szerint működteti a jelzőrendszert, meg vannak határozva, hogy kik a jelzőrendszeri tagok, illetve a civil szervezetekkel, egyházakkal is tartjuk a kapcsolatot. Meg van határozva törvényileg, hogy kinek kell jelzést adni, kik azok, akik tehetnek jelzést, ebbe természetesen a város lakossága is beletartozik. A gyermekjóléti szolgálatnak kötelező feladata megtartani a gyermekvédelmi konferenciát, egy beszámolót, beszámolat írni a testület felé, tehát gyakorlatilag mi napra készen a jelzőrendszerrel tartjuk a kapcsolatot. A témában további fórumok is lesznek, ahol a napi gyakorlatban felmerülő konkrét esetekről is szó esik majd.